igazából mondhatni egy kulcsfigura a cég életében, rengeteg pozíciót betölt, úgy gondolom, hogy szívvel, lélekkel készíti a termékeit. Nagyon pozitív személyiség, és ezzel hatással van a munkatársakra is, munkatársak hangulatára. Nagyon rugalmasan áll a munkához, úgyhogy nagyon könnyű vele dolgozni. Köztudott, hogy Zoli a pékszakmán kívül, neki van egy másik hivatása is, és ez az igaz szerelme, a színház. Nagyon sokat beszél róla, mi is szívesen, tehát a munkatársak is szívesen fogadják a benfentes ajánlásait, akkor a kritikáit az aktuális színházi darabokról, és ennek nagyon szívesen tesz is eleget. Ugye az ő munkássága is már több mint 10 éve kapcsolódik a Szegedi Nemzeti Színházhoz. Ő mindig ott volt minden egyes olyan eseményen, ami az önkéntességgel kapcsolatos, vagy amikor valamifajta plusz segítséget kért a színház, akár sajtótájékoztatók alkalmával, akár kint a Szegedi Ifjúsági Napokon, vagy bármilyen fajta városi rendezvényen. Osztotta a szórólapot, vitte a rollapokat. A színházat tényleg azt lehet mondani, hogy kívül-belül ismeri Zoli, és nem csak a rendezvényeken van jelen, hanem időnként a színpadon is. Egy olyan hétköznapi hős, aki nem vár el viszonzást azért a segítségért, amit ad. És a Szegedi Nemzeti Színháznak a Zoli személyében olyan embert sikerült találni, akire szerintem bátran mondhatjuk, hogy karizmatikus, mindenben lelkes, mindenben elszánt, és hogyha valaki szeret valamilyen tevékenységet önkéntesként, akkor arra időt és energiát szán. Úgyhogy ez egy háromoldalú együttműködés tulajdonképpen a Talentum Alapítványnak, mint egy ilyen koordináló szervezetnek, a színháznak és a Zolinak, aki az önkénteseket képviseli. Ez olyan érzés, amikor valamit érzel valaki iránt, hogy nem tudod megmagyarázni, most valami iránt, ugye, hogy mintha azt éreznéd, hogy most olyan jó helyen vagy. Tehát, hogy amikor én bejöttem, akkor én olyan otthonnak éreztem. Nem érzek fáradtságot. Ahogy belépek a színháznak a portáján, művészbejárón, akkor azonnal azt érzem, hogy új energiát, új impulzusokat kapok, és ezt csak azt tudom mondani, hogy remek, remek, és nagyon szeretem.